Hirtelen távozik az alpolgármesteri székből Puskás András az 5. kerületből. Híradó kérdésére azt mondta, azért, mert jobb ajánlatot kapott a külügyminisztériumtól. Puskás egyelőre még Rogán Antal helyettese, és az utóbbi időben azzal került a hírekbe, hogy ugyanabban a luxus lakóparkban van lakása, mint Rogán Antalnak. Az ingatlan megvásárlásához 103 millió forintos hitelt vett fel, amiből alig 5 év után már csak 76 millióval tartozik. Ide az 5. kerületi városházára hívták csütörtökre rendkívüli közgyűlésre a belvárosi képviselőket. A birtokunkba került meghívóból kiderült azért, mert új alpolgármestert kell választani. Puskás András egyelőre még Rogán Antal helyettese. Az alpolgármesternek ugyanott a Pasa Parkban van lakása, mint Rogánnak. Sőt, a két politikus feleségének még egy közös lakása is van, ugyanott. Puskás András. Az Együtt PM szerint a belvárosi alpolgármester lakásánál nem stimmelnek a számok. A párt megszerezte az adásvételi szerződést. Ebben olvasható, hogy az ingatlant 2009-ben 120 millió forintért vásárolta Puskás, amelyből 103 millió hitel volt. A vagyonnyilatkozata szerint ma már csak 76 millió forinttal tartozik. Kérdésünkre még tegnap azt válaszolta, hogy havi 450 ezer forint a törlesztő részlete. Ha valóban ilyen alacsony törlesztő részletet fizetett, akkor közel 10-15 millió forintnyi luk van a vagyonnyilatkozatának azon tételében, hogy mennyi a jelenlegi hiteltartozása. Kerestük Puskás Andrást is, aki írásban válaszolt kérdéseinkre. Azt írta, eladták korábbi lakásukat, ennek árával csökkenteni tudták a hitel tőke részét, emiatt csökkent jelentősen a hitelállomány. Az alpolgármesteri székből pedig azért távozik, alig 4 hónappal az önkormányzati választások előtt, mert a külügyminisztériumban kapott új állást, ami összeférhetetlen bármilyen önkormányzati tisztséggel. Az 5. kerületi vezetők vagyonosodása tavasszal került az érdeklődés központjába, amikor a Blik megírta, Rogán Antal méregdrága táskával jár. Ezt ugyan elárveresztette egy szegény család javára, de nem sokkal később kiderült, hogy hibát ejtett a vagyonnyilatkozatában. Azt írta, budai lakásának csak 50%-os tulajdonosa, pedig valójában teljesen az övé az ingatlan. A lakásról később az is kiderült, nagyobb, mint amekkorát Rogán bevallott. Ezután az 5. kerületi jegyzői címlapra került. Az Origo fotósa fedezte fel a cipője talpán felejtett árcédulát, amely szerint a lábbeli 980 euróba, vagyis csaknem 300 ezer forintba került. Sélei Zoltán azt mondta, a cipőt ajándékba kapta a testvéreitől, akik 75%-os leárazáson vették. Sélei tavaly ősz óta a kerület jegyzője, akkor váltották le hirtelen az előző jegyzőt. Ebben az időszakban indult nyomozás a kerületben. A HVG arról írt, hogy a belvárosban a központi nyomozó főügyészség decemberben kezdett vizsgálatot. Az ügyészség megerősítette, hogy az egyik eljárás érinti az 5. kerületi önkormányzat hivatalának tevékenységét, ennél többet nem árultak el. Egy másik nyomozásról a Bors írt. A lap szerint egy vendéglőstől, aki a kerületben akart éttermet nyitni, a pályázatban rögzített összegen kívül több millió forintot kértek pluszban. Egy 2007-es ingatlancsalási ügyet pedig nemrég kezdett tárgyalni a bíróság. Az egyik vádlott vallomásában kitart amellett, hogy az általa vezetett cég közvetítőn keresztül az önkormányzat megbízását teljesítve ígért eladásra ingatlanokat, a pénzből pedig a Fidesz és az 5. kerületi polgármester is részesült. Erről a HVG számolt be májusban. A kerületi közgyűlés most nem csak új alpolgármestert választ, új ügyvezetője lesz a városüzemeltetési cégnek is. A jelenlegit, Szentgyörgyvölgyi Pétert ugyanis polgármester jelöltként indítja a Fidesz az őszi önkormányzati választásokon.